Vasas 1 a Vasas 2 ellen, avagy a kékek a pirosak ellen egymás közti játékkal tartotta meg az MB2-re készülő Angyalföldi Klub az új Illovszky Rudolf Stadion főpróbáját, melyet jövő pénteken a Dunaszerdahely elleni gála mérkőzésen avatnak fel. Fantasztikus érzés, hiszen a Vasas 60 év elteltével kap egy új stadion, egy új Illovszky Stadion. Ráadásul talán az ország egyik legszebb stadionja épült itt meg, Vasas szurkolóknak viszont biztosan a legszebb. Tele olyan emlékkel, hagyományőrzéssel, kultúrával, Vasas történelemmel, ami csodálatossá teszi ezt a stadiont. Domonyai László arról is mesélt nekünk, mi is a pontos funkciója egy ilyen tesztmérkőzésnek. Szándékosan azért hirdettük meg, hogy mindent elgyakoroljanak a dolgozók. Tehát ez most nem a mérkőzésről, nem a csapatról szól. Ez a jegyeladásról, a jegyértékesítésről online, illetve a helyszínen, utána magáról a belépetőrendszer működéséről, kamerarendszerről, LED-falról, minden olyan dologról, ami az adott mérkőzésen zökkenőmentesen kell, hogy történjen. A csapat bemegy először ilyenkor az öltözőbe, lefolyik-e a víz, hogy tudnak kijönni, bemelegíteni. Tehát minden olyat el tudunk gyakorolni, hogy a Dac elleni nyitó mérkőzésre igazán jól szórakozzon mindenki, és ne legyen probléma majd a rendezéssel. A klubigazgatónak van már ebben tapasztalata, hiszen az MTK-nál töltötte be ugyanezt a pozíciót, amikor átadták az új Hidegkuti Nándor stadiont. Stadionunkat 60 évenként adnak át, nem lehet megunni ezt a dolgot, és minden stadion más és más. A szurkolók számára többet jelent ez betonnál, széknél, lámpánál, gyepnél. Tehát ők igazán itt a falakban akarják, a stadion új falaiban akarják megélni a régi emlékeiket, illetve az új sikereket. Tesztmérkőzésről lévén szó, tényleg mindent lemodelleztek, vagyis Szanyó Károly vezetőedző egy sajtótájékoztatót is tartott a pirosak 3-1-es sikere után. Egy sajnálom, hogy egy más korban születtem, más stadionban játszottam. Ez egy nagyon impozáns stadion. Én csak azt tudom mondani, ha nekem plusz impulzusokat, plusz motivációt ad ez a létesítmény, akkor minden egyes játékosnak át kell azt érezni, hogy egy ilyen csodálatos stadionban futballozhat. Én úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy kiváló teljesítményen folyunk elő itt a következő szezonban. Természetesen lesznek ellenfeleink is, mindig a győzelem reményében próbálunk majd előrelépni, de bízom benne, hogy a bajnoki mérkőzéseken ott a kapu mögötti szektor jobban meg fog telni. Itt mögöttünk már most is úgy gondolom, hogy elég sokan foglaltak helyet, szemben is valószínű, hogy fognak érkezni, és a szurkolók is velünk együtt akarják a sikert, a játékosoknak is át kell érezni, és ebben a stadionban nem adhatunk senkinek sem esélyt, és a következő szezonban egyértelműen a bajnoki címért játszunk. Anyagilag is ott van a Vasas, hogy az MB2-s mezőnyben az élén kell végeznie? Hát erre azért azt tudom mondani, hogy soha nem a pénz futballozik. Nagyon fontos a csapatok közötti anyagi lehetőség, különbséget jelenthet ez, amikor nagyon nagy a különbség. De a különbségek az MB2-ben nem olyan, biztos, hogy nem a Vasas a leggazdagabb csapat a másodosztályban. De mi erre nem fogjuk, mivel a tavalyi nehéz pályaviszonyokra sem fogjuk esetleg a szereplésünket. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel a kerettel, ezzel az edzővel, ezzel a szurkolótáborral, ebben a stadionban, ezzel a tulajdonossal sikeresek lehetünk.